Köszöntöm nézőinket, lássuk, mi mindenről számolunk be ma önöknek. Új előadássorozat indult útjára az Arbor Vállalkozói Szövetség és a Szent István Plébánia együttműködésében. Idén korábban szervezik a tehetséggondozó programot, mint más években. 7. és 8. tanulók jelentkezését várják február 11-éig. Itthon, másnap Galacon, majd megint itthon lépett jégre az elmúlt napokban a Gyergyói Hoki Klub. Teremfociban gazdag hétvége lesz, a Románia Kupa meccseket és a megyei bajnokság Gyergyó Csík körzeti szakaszát rendezik meg. Új előadássorozat indult útjára az Arbor Vállalkozói Szövetség és a Szent István Plébánia együttműködésében, Jó, ha tudjuk címmel. Ennek keretében a közösséget érintő tematikákat dolgoznak fel. Tegnap az első előadásban Ferenczi Attila magyar tanár értekezett arról, létezik-e helyes magyar nyelvhasználat. Újabb ismeretterjesztő jellegű előadásokat indít útjára az Arbor Vállalkozói Szövetség és a Szent István Plébánia. Hát úgy, hogy láthatták mindazok, hogy követték a Szent István Plébén és az Arbor közös munkának a tavalyi eredményét, tudják nagyon jól, hogy a Véd, amíg van, amit című előadássorozatnak azt mondhatnám, nagy sikerre volt, hiszen az összes egészségügyi előadásnak nagy volt a látogató létszáma. Innen fogalmazódott meg, hogy egy másik fajta tematikát is közösen indítsunk el, hogy ennek a címe Jó, ha tudunk róla, hát ebbe fér bele a mai előadás, a következő előadás egy történelmi visszapillantó lesz. Tervezünk egy drogprevenciós előadást tartani, és nagyon sok ilyen érdekességet, de akkor megragadom egyúttal az alkalmat, és kérem az önök segítségével mindazokat, akik követnek minket, hogy jöjjenek, szíveskedjenek javasolni témát, ha tudjuk, megszervezzük a nézők által, lakosság által esetleg meghallgatni kívánó témával, keresünk előadókat. A lényegben egyetlen egy tisztérűséggel lesz kifejezhető, minél több dolgot esetleg, ami hasznunkra vár, meg tudunk egymással osztani, akkor az bizonyára mindannyiunknak jót tesz. Tehát ez most ezekkel az előadássorozatokkal tulajdonképpen a Szent István Plébániának és az Arbor közös munkának a célja. Az első előadást csütörtökön tartották a plébánián. Vitaindítónak szánta a kiválasztott témát az előadó. Egyszerűen, hogy van-e helyes magyar beszéd, igazából egy kicsit nyelvtörténeti megközelítésből is szeretnék reflektálni erre. Annál is inkább, hogy főleg az elmúlt évtizedben viták voltak magyar nyelvterületen, hogy vajon melyik nyelvváltozata helyese, illetve van egy olyan normatív, ideális magyar nyelv, amihez igazodnunk kéne. És próbálom ezeket a kérdéseket feszegetni. Én úgy gondolom, hogy még ma is téma, hogy például az iskolában a tanítónéni vagy a tanár kijavíthatja-e, avagy ki kell-e javítsa a gyermeket, ha úgymond helytelenül beszél. És akkor itt felvetődik a kérdés, hogy vajon mi helytelen és mi nem. A későbbiekben több érdekes téma is terítéken lesz az előadássorozat keretében. Többek közt történelmi témájú és drogprevencióról szóló előadással is készülnek a szervezők. Szívesen fogadnak javaslatokat arra vonatkozóan, miről tájékozódna szívesen a közösség. Marosvásárhelyre látogat az Orvosi Egyetem ügyében, jelentette be Ekaterina Andronescu oktatási miniszter. Elmondása szerint a helyszínen fog tájékozódni a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemen kialakult román-magyar feszültségek miatt. Arra reagálva, hogy az új vizsgarendszer miatt nem vezetik be a magyar tagozat diákjainak a vizsgajegyeit az egyetem nyilvántartásába, elmondta, hogy szerinte a párbeszéd és mindkét oldal megértése segít abban, hogy megoldják a magyar diákok ügyét, hiszen ők is román állampolgárok és kötelességeik vannak feléjük. A Gyergyószentmiklósi Proterra Alapítvány idén is felkészítőt szervez azon 7. és 8. gyergyószéki diákoknak, akik képzőművészeti középiskolába készülnek. Idén is a Szárhegyi Kulturális és Művészeti Központban tartják a felkészítőket. Február 11-éig jelentkezhetnek a gyerekek.
Két hónapos felkészítőre kerül sor azon 7. és 8. tanulók számára, akik művészeti liceumokban terveznek tovább tanulni. Az idei alternatív tehetséggondozás 8 műhely munkát foglal magába, és a diákok számára ingyenes. A korábbi kiadásokhoz képest az változik, hogy az idén a szaktanároktól vagy a szülőktől fogunk kérni egy ajánlót, amelyben leírják, hogy a gyerekük miért szeretné részt venni a programban. Ez azért is fontos számunkra, hogy kiszűrjük azokat a diákokat, akik kevésbé motiváltak, és csak azokkal foglalkozunk, akik lelkesek és valójában meg akarnak tanulni rajzolni, rajz készségeiket fejleszteni, illetve szeretnének bejutni a művészeti liceumokba, a 9. osztályba. Az elsődleges célja az, hogy az iskolákba azonosítjuk azokat a diákokat, akik kiemelkedő rajzi képességekkel rendelkeznek. A második célunk az, hogy lehetőséget teremtsünk a személyi fejlődésre, és a harmadik cél pedig, hogy felkészítsük szakszerűen őket a szaktanárok segítségével a művészeti liceumokban. Tehát egyik nem zárja ki a másikat, ami azt jelenti, hogy ha valaki nagyon motivált és szeret rajzolni, de nem készül művészeti liceumokba, ők is jöhetnek, mert hogy volt olyan diákunk már, aki 7. úgy jött erre a programra tavaly és tavaly előtt, hogy ő művészetibe készül, befejezte a programot és meg tudta fogalmazni, hogy ő soha az életben nem akar művészeti liceumba menni. Viszont volt az ellenkezője is, egy kislány, aki már most Vásárhelyen van a művészetibe, ő úgy jött, hogy hát én szeretek rajzolni, megpróbálom. És most felvitelizett, elsőnek jutott be, és ez valójában a program érdeme, hogy ott belátta a szaktanárok segítségével, hogy van benne tehetség, és ezt ki is tudták bontakoztatni. Szombatonként Szárhegyen a Kulturális és Művészeti Központ székhelyén kerül majd sor a foglalkozásokra, ahol az udvarhelyi és csíkszeredai művészeti liceumok tanárai foglalkoznak a gyerekekkel. A művészeti központ most társszervezője a tehetséggondozó programnak. Mivel az idén 45 éves a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ által szervezett alkotótáborok, tehát 45. éve, és ugye hangsúlyosan képzőművészeti tevékenységgel foglalkozik az intézmény, természetes és egyértelmű, hogy mi is hozzájáruljunk, és mi is fontos szerepet töltsünk be a gyerekeknek a tehetséggondozásba, a tehetségfelkutatásába, és nyilván azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek a képzőművészet iránt, hogy minél több lehetőség nyíljon arra, hogy fejlődhessenek, és akár hivatásos képzőművészei is váljanak. Tehát ez az intézmény számára igen fontos, hogy minél több tehetséges gyermeknek lehetőség nyíljon arra, hogy és nyújtsunk segítséget abban, hogy tudjon felkészülni a szakliceumokba, tudjon tanulni, és majd egy olyan karriert fusson be, ami ugye, tehát egy jelentős képzőművészeti életpályához vezethet. A tehetséggondozó programra jelentkezni a Protera Alapítvány elérhetőségein lehet február 11-ig. Az első felkészítőre február 16-án kerül sor. A programot április 12-én kiállítással zárják. Hargita megyében elsőként a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak van plasztikai sebésze. Jankó Botond január elején állt munkába, ezáltal pedig számos olyan esetet lehet helyben kezelni, amelyeket eddig tovább kellett küldeni más megyék kórházaiba, legtöbbször Marosvásárhelyre. Gyümölcs, mint érték címmel szerveztek kétnapos fórumsorozatot a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének munkatársai. Az Egyesület 3 megyében tevékenykedik, Kovászna, Hargita és Maros megyében. Zsúfolásig megtelt a Marosvásárhelyi Hangyai épület konferencia terme. A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének munkatársai egy körút során ismertették Hargita, Kovászna és Maros megyében a legújabb gyümölcsfeldolgozó technológiákat. Szaktanácsadás, ebbe minden belefér, és utána a szaktanácsadás a pályázatoknak a segítség a pályázatoknál, eligazítás,
hogy, de ami a legfontosabb vélemény szerint a szaktanácsadás. Ez nagyon hiányzik a gazdák részéről minden termelési ágazatban. Az egyesület munkájának a népszerűsítése mellett egyedi gyümölcslevek, dzsemek, kompótok, lekvárok, aszalványok előállításához és csomagolásához alkalmas gyümölcsfeldolgozógépekről tartottak előadást. Akadt olyan érdeklődő is, aki már 30 éve foglalkozik a gyümölcsfeldolgozással, de naprakész akar lenni a legújabb technológiákkal is. Jövőben lesz 30 éve, hogy folytatom ezt a szakmát. Ez alatt nagyon sok változás történt, megkezdve azzal a primitív, régi főzési technológiával, amivel kezdtük, tehát tüzeléses pálinka főzési technológia direkt tűzzel, utána változtattunk háromszor. Most jutottam el oda, hogy gőzzel főzzük a pálinkát. Az elhangzott előadásokat figyelemmel kísérték a gazdák, akik újabb információkkal gazdagodtak. Számos kérdés is megfogalmazódott bennük, amire szakszerű válaszokat kaptak az előadóktól. Csütörtök estétől újraindultak a Tárom légitársaság járatai Marosvásárhelyről Bukarestbe. Másfél hónapnyi szünet után ismét heti kétszer landol és száll fel a Vidrátszegi repülőtéren a 48 személyes repülő. Igaz, telítettsége jelen pillanatban jóval elmarad az elvártakhoz képest. A Tárom bukaresti járata Vásárhelyről hétfőn reggel 5 óra 40 perckor indul, és csütörtökön este fél 11-kor landol Marosvásárhelyen. Aztán pénteken 4 óra 40 perckor lehet megint Bukarestbe indulni, a járat pedig vasárnap este érkezik újra Marosvásárhelyre. Zsúfolt hét van a Gyergyói Hoki Klub játékosai mögött, néhány napja még Magyarországon vendégszerepeltek, az elmúlt napokban pedig a hazai bajnokság mérkőzéseit játszották, itthon és Galacon is jégre léptek. Alig érkeztek haza a magyarországi turnéról, már is itthon kellett helytállniuk a GHK játékosainak. Kedden a Sztyáva csapata érkezett Gyergyószent Miklósra. A piros-fehérek több kulcsfontosságú játékosa nem lépett jégre ezen a mérkőzésen, ennek ellenére sikerült sima győzelmet aratni. Az első harmadban kiegyenlített játékot láthatott a közönség, a hazai csapat szerzett vezetést, majd rövid időn belül kettőre növelte előnyét. A második játék részben bár többször került ember előnybe a katonacsapat, helyzeteiket nem tudták kihasználni, sőt a gyergyói csapat jegyzett újabb találatot. A befejező játék részben még kétszer találtak be a piros-fehérek, és az ellenfél erre csak egy góllal tudott válaszolni, így 5-1 lett a végeredmény. Egy nappal később már Galacon vendég szerepelt a GHK, és ez a mérkőzés jóval nehezebbnek bizonyult az előzőnél. Az első harmadban a piros-fehérek szereztek vezetést, de egyenlíteni tudott a hazai együttes. Aztán megismétlődött a forgatókönyv, újabb gyergyói vezetés után egyenlített Galac. Nem sokkal később viszont már az ellenfél átvette a vezetést, és azt is meg tudta tartani a mérkőzés végéig. A második játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, mindkét csapat egy-egy gólt szerzett. A befejező játékrészben az egyenlítés volt a cél a piros-fehérek számára, de ez nem sikerült. Sőt, a galaciak tudták tovább növelni előnyüket, így 3 gólos különbséggel nyerték meg a mérkőzést. Alig érkeztek haza a Dunaparti városból, csütörtökön már ismét hazai pályán kellett mérkőzni a Gyergyói Hoki Klubnak. Ezúttal a Sapientia U23-as csapat volt a vendég. Az első játékrészben jól tartotta magát a vendégcsapat, és miután a piros-fehérek vezetést szereztek, a fiatalok egyenlíteni is tudtak. A mérkőzés közepétől egyre nőtt a különbség a két csapat között, 11-2 lett a végeredmény a piros-fehérek javára. A romániai bajnokságban jelenleg 4. helyen áll a Gyergyói HK. Országos amatúr A-kategóriás asztali teniszversenynek ad otthont a Szárhegyi Sportcsarnok szombaton. A reggeli órákban rajtoló turnéra az ország minden pontjáról, de még a moldovai köztársaságból is érkeznek versenyzők, és természetesen asztalhoz állnak a környék pingpong klubjainak játékosai is. A szervezők elmondása szerint Erdély egyik legszínvonalasabb tornája lesz a hétvégi, és a közel 200 résztvevő között az országos első és harmadik helyezett is jelen lesz. A késő délutánig tartó versenyre a belépés ingyenes, a szervezők minden pingpong kedvelőt várnak a Szárhegyi Sportcsarnokba.
nem fognak unatkozni a teremfoci kedvelői az előttünk álló hétvégén. Az országos porondon szereplő gyergyószéki csapatok a Románia kupában mérkőznek hazai környezetben, de a megyei bajnokság vidékünket érintő szakaszát is Szárhegyen rendezik meg. Hazai pályán ezúttal is a gyergyószentmiklósi Bazilides Tibor sportcsarnokba lépnek pályára az Inter Gyergyó játékosai. A Románia kupa idei kiírásának sorsolása úgy hozta, hogy első ligás együttessel kell megküzdjenek a szentmiklósiak, a Buzeói Glória látogat városunkba. A két együttes tavaly még a másodosztályban harcolt egymás ellen, de a buzeóiak megszerezték a feljutásért érő első helyezést, így idéntől az élvonalban szerepelnek az eddiginél lényegesen erősebb játékos kerettel. A papírforma szerint vendéggyőzelem várható, azonban az Inter már számos alkalommal okozott meglepetést a kupameccsek során. A második gyergyószéki együttes, azaz a Remetei Kereszthegy is hazai pályán mérkőzik a nyolcaddöntők során. A marospartiak vasárnap délután 2 órától látják vendégül a szintén második ligás Piatra Nyemci futsal Csahlaut. A remeteiek összecsapását ezúttal csupán interneten keresztül lehet követni, ugyanis a már általunk is említett zárt kapus büntetés erre az összecsapásra is érvényes. A megyei bajnokságba benevezett Gyergyó és Csík körzeti csapatok is vasárnap találkoznak egymással. A mezőny a házigazda Szárhegyi Bástya, az Inter Gyergyó U19, a Remetei Kereszthegy U19, a Csíkszentdomokosi SE és a Csíkszentgyörgyi Fisák csapataiból állt össze. Az 5 csapatos körzeti szakasz körmérkőzéses rendszerben zajlik le, vagyis minden egyes együttes megmérkőzik egymással, és az első 2 helyezett bejut a megyei 6-os döntőbe. Az első összecsapás vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a Szárhegyi sportcsarnokban, és egészen a kora esti órákig fociznak majd. Nézzük röviden még egyszer a fontosabb híreinket. Új előadássorozat indult útjára az Arbor Vállalkozói Szövetség és a Szent István plébánia együttműködésében. Idén korábban szervezik a tehetséggondozó programot, mint más években. 7-es és 8-os tanulók jelentkezését várják február 11-éig. Itthon, másnap Galacon, majd megint itthon lépett jégre az elmúlt napokban a Gyergyói Hoki Klub. Teremfociban gazdag hétvége lesz, a Románia kupa meccseket és a megyei bajnokság Gyergyó Csík körzeti szakaszát rendezik meg. Eddig a napszemle, köszönöm figyelmüket, Fit percek következnek, majd az aktuális legújabb kiadását láthatják a Gyergyó TV-n. Viszontlátásra!